Anna bőröndje egy igaz történet, amely három kontinensen játszódik, és majdnem 70 éven ível át. Összeköti egy lány és családja életét az 1930-as és 40-es évek Csehszlovákiájában, egy fiatal nőjét és egy csoport gyerekét a mai Tokióban, és egy férfiét a kanadai Torontóban napjainkban. A Szekszárdi Babicsi Mihály Kulturális Központ szervezése által kerülhetett az előadás 4 település színpadára. Az elmúlt évben a Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma egy pályázatot írt ki, aminek az volt a lényege, hogy ha a kulturális intézménynek van olyan civil csoportja, akinek van olyan műsora, ami méltó a bemutatásra kis településeken is, akkor ezt az alap támogatja. Mivel a megvalósulási időszak áthúzódott a 2024-es évre, mindenképpen egy olyan programot szerettünk volna a pályázatba írni, ami a holokausztról szól, hiszen idén van a holokausztnak a 80. emlékéve. Méresnyi kollárjévához fordultunk, hiszen a tücsköknek minden évben van egy-egy programja, amivel a szekszárdi holokauszt emléknapra készülnek, és így bíztunk abban, hogy a mostani pályázathoz is, vagy mostani pályázatban is partnerek lesznek. A holokauszt 80. évfordulóján megelevenedik Karen Levin regénye, a Hanna bőröndje, a Béresnyi Kollár Éva vezette Tücsök zenés színpad előadásában. Az előzményekről szeretnék néhány szót szólni. Tulajdonképpen a szekszárdvárosi holokauszt megemlékezéseket 15 éve a Tücsök zenés színpad szolgáltatja, és valamikor 12-13 évvel ezelőtt a harmadik előadásunk volt ez a Hanna bőröndje című regény, és ezt dolgoztuk föl, és megfelelő zenékkel ugye kiegészítettük. Valahogyan azóta is mindig visszatér mindenki erre a Hanna bőröndjére. Amikor 2017-ben kimentünk Kanadába, akkor például szintén ezt a darabot választották, hogy ezt vigyük ki Torontóba, kellett ott előadni a színházban, és az érdekessége tulajdonképpen az, hogy egy kislányról szól maga a történet, akinek életben maradt a bátyja, és Japánban egy tanárnő elkezdett kutatni utána, és felfedezték, hogy él még ma is, és amikor kimentünk Kanadába, akkor Torontóban él a bácsi. Szerettünk volna találkozni vele, hiszen ezt a műsort kérték a torontóiak. Ez sajnos akkor már a koránál, egészségi állapotánál fogva nem jött össze, de valami fantasztikus érzés volt, hogy azt a regényt, azt a feldolgozást visszük ki Torontóba, ahol él az illető kislánynak a bátyja. Na most valahogyan többször is visszatértek a megrendelő felek, hogy ez egy annyira nagyon szívhez szóló történet, hogy szeretnék, hogyha több helyre is elvinnénk. Legalább 6-8 helyen voltunk már ezzel a műsorral. Egyébként viszont minden évben mindig új műsort szolgáltatunk a szekszárdi városi megemlékezésen. Ez egy pódium előadás tulajdonképpen. A gyerekek nyilván nem kívülről mondanak semmit, hiszen mappát tartanak a kezükben, és 50 percen keresztül fegyelmezetten, nagyrészt középiskolások fegyelmezetten végig mondják a műsort. A nagy hatású produkcióra a tücskök előadói hosszú időn át készültek. Rengeteget próbáltunk pénteken, szombaton, pénteken egyébként is próbálunk 3-tól 6-ig, és szerintem mindenki nagyon szorgalmasan készült, a szövegkönyvet nagyon sokat kellett olvasni, a zenéket hozzátanulni szövegekkel együtt, szóval mi nagyon igyekeztünk. Minket nagyon megérintett, mert szerintem ez egy elég húzós téma, és rengeteget készültünk rá, és Éva néni is mesél történeteket, és a holokauszt fellépéseket már elég régóta csináljuk, szóval van rálátásunk ezekre a témákra. 2018-ban, és úgy, hogy az egyik barátnőm, az akkori osztálytársam, aki egyébként szintén itt lesz ma is, ő másodikban elkezdett a tücsökbe járni, és láttam egy fellépést, és akkor
nekem is nagyon megtetszett, és harmadikban már én is tücsök voltam. Ezt most még ugye ma adjuk elő Szedresben, illetve azt hiszem nyáron lesz még egy ilyen holokauszt műsor, és talán így idénre ennyi a holokauszt műsorokból. 1994-ben ismerkedtem meg Éva nénivel, még az egészségügyi szakiskola énekkarában, és utána ugye 1995-ben alakult meg a Tücsök Klub, akkor még Tücsök Klub, ami aztán később Tücsök Zenés Színpad lett, és hát én azóta hát öreg tücsök vagyok, és időnként én feltűnök egyes szerepekben, egyes műsorokban, karácsonyi holokauszt műsorokban. Akik látták az előadást, azokban mély nyomot hagyott a mondani való. A darab nem csak a megemlékezéshez méltó, hanem arra is felhívja a figyelmet, hogy mi az, ami soha többé ne történjen meg. Elbúcsúzom, de a szívemet örökre itt hagyom. Elbúcsúzom, ez a föld már nem az én otthonom. Elbúcsúzom.